dolgozunk Székesfehérvár déli összekötő úttárgyú projekt munkaterületén, megbízunk Székesfehérvár megyei jogú város önkormányzata. A projekt Székesfehérvár déli részén helyezkedik el, és két nagy forgalmú utat, a Seregélyes utat és a Sárkeresztúri utat köti össze. A projekt fő műszaki jellemzői három részre osztható, A-jelű, A2 és az A3 jelű útra. Mindösszesen 5,4 km hosszúságú, kétszer egysávos kialakítású, és az A2 jelű út kivételével a teljes hosszon külön kerékpárút épül a főpálya mellett. Az A-jelű úton 4 darab körforgalmi csomópont és 1 darab egyéb csomópont található, illetve 2 darab műtárgyat kell kialakítani a Budapest-Székesfehérvár és a Székesfehérvár-Börgön vasúti vonal felett. A legnagyobb kihívást a B80-es elű híd gerendájának beemelése jelentette. A gerendák 32 méter fesztávolságúak, a beemelésüket csak éjszaka lehetett elvégezni a nagy vasúti forgalom miatt. Már a projekt kezdete óta együttműködtünk a BIM-5D csoporttal, akik a földmunkák tervezésében nagy segítséget nyújtottak számunkra, és jelenleg is a munkaterületen 3D szintvezéréssel folyik az aszfaltburkolat beépítése.